Szeretettel köszöntelek titeket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Ma két tehetséges fiatal, Ballari Anna Emma és Szalontai Máté lesznek a vendégeim, akik egy közös produkcióval készültek a karantén idején. Rihanna Emma a közelmúltban elnyerte a Los Angeles-i Filmfesztivál legjobb fiatal színésznőjének járó díját, és szó lesz a Bújtor Filmfesztiválról, illetve az István a Király iskolába megy vetélkedőről. Tartsatok velünk, érdemes! Műsorunk elején Ballari Anna Emma énekel, Eisenmann Mihály Fekete Péter című operettjéből következik egy részlet, Szerelemhez nem kell szépség. Mégsem megkívál, és sem a divatból. És hogy valaki oda legyen, kell, hogy erre neki oka legyen. Nincs csak egy szabályban az így szó. Szerelem, ez nem kell szépség. Szerelem, ez nem kell ég. Szerelem, ez nem kell semmi más. Szerelem kell is kész. Az a sok a pénz, ez csak pont. Szerelem, ez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán pont. Halány, kis dundus, vagy koldus, vagy a léva, s a fiú, s a léva, az mind mellékes is. Szerelem, ez nem kell szépség, szerelem, ez nem kell ég. Szerelem, ez nem kell semmi. Megnyugtató nagyon egy tanítás, később bemagolom, nem is vitás, ám csak, hogy felelek belőle. Egy a fontos ma már, ott a nagyom, feletelt a tonál, majd csak akadt, egy-két leckét fel is mondok előre. Szerelem, ez nem kell ész. Szerelem, ez nem kell semmi már. Csak szerelem kell és kész. Szerelem, ez nem kell kostén. Az a sok pénz, az csak pont. Szerelem, ez kell egy kislány. Így egy fiú kell aztán pont. Halány, kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú, s a léha. Az mind mellékes itt. Szerelem, ez nem kell szépség. Szerelem, ez nem kell ész. Szerelem, ez nem kell semmi más. Csak szerelem kell. Csak szerelem kell. Csak szerelem kell. És kell. Két tehetséges fiatallal beszélgetek a mai műsorban, Ballari Anna Emmával és Szalontai Mátéval. Szeretettel köszöntelek titeket. Köszöntöm én is a hallgatókat. Én is. Kezemben tartok egy díjat, méghozzá a Los Angeles Film Awards Best Young Actress, azaz a legjobb fiatal színésznő díját, Ballari Anna Emmának kiállítva. Gratulálok ehhez. Mesélj erről, hogyan is kezdődött ez a történet. Már egy korábbi műsorban említettük ezt a filmet, de mondd el, hogy is csöppentél bele ebbe a filmbe. Köszönöm szépen. Ugye ez a Defekt című kis játékfilm több helyen is versenyzik, Olaszországban, New Yorkban, és Magyarországra is jönni fog majd. Még nem látható, de a trailerje már fent van, de majd októberben látható lesz, TV-ben is játszani fogják ezt a kis filmet. És bejutott a 15 legjobba egy versenyen, és utána pár nappal jött egy SMS, hogy megnyerte a Defekt, a kis játékfilm thriller kategóriában, a legjobb thriller lett, és nagyon örültünk, és utána kaptuk meg azt, és a zsűritől a legjobb színésznőnek
legjobb fiatal színésznőnek járó díjat kaptam. Mesélj a forgatásról. Milyen élményekkel gazdagodtál? Hát, nagyon örültem. Ugye ez egy éjszakai forgatás volt. Nagyon tetszett. Még sosem dolgoztam így. Éjszaka sosem forgattam. És 7 évesen kezdtem el forgatni, és 8 évesen fejeztem be. És ugye hoztak tortát, meg, és énekelték a boldog szülinapot, én meg elkezdtem énekelni, mondom, biztos valamelyik stábtagnak van valami születésnapja, és akkor esett le, amikor már ott volt a közelembe a torta, hogy nekem van születésnapom, de egyébként fel sem merült bennem, hogy mondjuk nekem lenne. Fogunk még beszélgetni erről a díjról és a filmről is, de Mátét szólítsuk meg, van egy közös projektetek, mesélj erről. A Gyerünk Tubicámat a egyik operettből vettük ki, és úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen kis projekt jól jönne. Mert a karantén alatt azt gondoltuk, hogy értékeket is fel kéne tenni a YouTube-ra, és nem bolondságokat. Hogy ismertétek meg egymást? Hát ugye egy iskolába jártunk, csak már magántanuló vagyok, de így ismertük meg egymást, és tehetségesnek találtuk Mátét, úgyhogy általában mindent vele szoktunk csinálni. Ugye most is ezt a operettet a Lehártól a Luxemburg grófjából kivettük a Gyerünk Tubicámot, és átírtuk egy ilyen operett átirat, lett ilyen karantén kis videót, hogy legyen valami jó is. És ugye mindig vele szoktunk forgatni ilyen kis meséket, meg ugye ezt is vele csináltunk úgy, hogy így, hát idézőjelben egy pár lettünk. Milyen volt a közös munka? Nekem tetszett. Nagyon jó volt. Élmény volt. Milyennek ismerted meg Emmát? Kedvesnek, aranyosnak, tehetségesnek, jó a hangja. Milyen Máté? Szerintem egy nagyon tehetséges kisfiú, okos, kedves, úgyhogy végül is jól tudunk vele dolgozni. Mióta énekeltek, mondjuk el hallgatóinknak? Te hány éves vagy, Máté? Én 10. Mióta énekelsz? Hát, olyan 9 éves korom óta. Tehát egy éve akkor? Hát én is kb. Egy éve kezdtem el komolyabban énekelni, hogy énektanár, meg stb. De egyébként kiskorom óta énekelgettem, úgyhogy már régóta. Most zenélünk egy kicsit, meghallgatjuk a közös produkciótokat, utána folytatjuk a beszélgetést. Szájmaszkunk, én s a cicám, mi most elvonulunk. Most mire állk a karantén vár, üsse a kő, amiénk a világ. Gyerünk, Tubicám, nekünk van szájmaszkunk, én s a cicám, mi most elvonulunk. Most mire állk a karantén vár, üsse a kő, amiénk a világ. Egy kis szoba kell, hol szűk is a hely, de elférünk. Tűtlenítsed a kis kezedet, s mi nem félünk. Nem kérek más, csak egy karantén lakást, te vezesd majd a háztartást. Hol nincs esélyed, csak feleség, hogy élelmes, reggel címén 100 kicsi csókkal élelmes, pénzén cserék, ha csak az ebéd meredem, sosem éhezni. Vacsorázni mit szabad? Csak a mindenről megmarad. Koldus a férj, koldus a nő, a pénz hiánya nő. Gyerünk, Tubicám, nekünk van szájmaszkunk, és a cicám, mi most elvonulunk. Most mire ránk a karantén vár, üsse a kő, ami ég a világ. Gyerünk, Tubicám, nekünk van szájmaszkunk, és a cicám, mi most elvonulunk. Most mire ránk a karantén vár, üsse a kő, ami ég a világ. Cicám, mi most elvonulunk, most mi rám a karantén vár, most se a kő, ami ég a világ.
Az elmúlt percekben Leher Ferenc Luxemburg grófja című művéből a Gyerünk Tubicem című operett átiratot hallottátok Karanténra. Két tehetséges fiatallal beszélgetek, Emmával és Mátéval. Az előző részből kiderült, hogy van egy közös projektetek, amit az imént hallgathattunk meg, de megtalálhatják a videó megosztó portálokon is a hallgatóink is. Van közös terv a folytatásra is? Én kitaláltam egy ilyen Rómeó és Júlia jelenetet, mert nekem van egy ilyen emeletes házam, és azt ki lehetne pingálni ilyen jó kis kastélyosra. Szülők tudják már a tervet? Anyának már elmondtam. Mit szólt? Azt mondta, hogy jó ötlet. Mit szólsz ehhez a tervhez? Eddig én ezt nem tudtam, de jó ötletnek találom, hogy újítsunk valamit, meg ne csak ilyen kis videók legyenek fent, hanem inkább ilyen operettek, meg hogy a kultúra meg legyen. Milyen érzés a színpadon? Izgultok? Lámpaláz? Hát, én szoktam néha izgulni, de rájövök mindig a végén, hogy nem kell. Amikor még nem vagyok színpadon, akkor úgy érzem, hogy nagyon izgulok, de amikor már színpadon vagyok, már szerte foszlik az az izgulás, mert már akkor színpadon vagyok. És azért jó a színpadon, mert egyből reakciót kapunk a közönségtől, hogy most jó vagy nem jó, amit csinálunk. És miért jó csinálni ezt? Szerintem ez nagyon kifejez ilyen érzelmeket. Szeretsz kifejezni érzelmeket, de hát a színpadon? Nagyon szeretek színészkedni, énekelni, és én ezért szeretem a színpadot. Szeretem, ha tetszek a közönségnek. Úgyhogy ezért. Rendszeresen versenyeztek is, tehát énekversenyen találkoztunk, talán nem ma először. Hát talán, igen, énekversenyemen. Hát nagyon sok versenyem volt, nem csak ének, hanem prózai is. Most is folyamatban van versenyem, ilyen prózai, úgyhogy a versenyek még azért ennek. Te gyakran versenyzel, vagy szoktál versenyezni? Igen. Hol versenyeztél utoljára? Az István a királynál. Meséljetek erről a projektről, ez is egy nagyszabású dolog. 5000 iskolának küldték ki a jelentkezést, hogy lehet erre az István a király iskolába megy versenyre nevezni, és ugye az a Gárdonyi Géza katolikus általános iskola is nevezett, ugye a mi iskolánk, és nagyon jól sikerült nekik a verseny, mert már lezárult ez a verseny, és ugye Máté is alakított benne egy nagy szerepet, és én is alakítottam benne egy szerepet, de én egyéniben is indultam a Táltos szerepében is. És most megkaptam a rockoperában a Táltos asszony szerepét, úgyhogy nagyon örülök. Te kit játszottál? Én Istvánt játszottam. Én voltam a főszereplő. Nekem nagyon váratlanul esett ez az István a király. Egyszer bejött az igazgatónéném, és akkor mondta, hogy menjünk el énekelni, és én ezt nem tudtam. Csak a végén mondta el, hogy ez valami verseny lesz, és hogy akarsz-e benne énekelni. Én meg igent mondtam. A tervekben az szerepelt még a pandémia előtt, hogy nagy színpadon is előadjátok majd. Hát igen, úgy tervezték, hogy nagy színpadon is elő fogjuk adni. Egy budapesti arénában, ugye megcsinálják a szólistákkal, de ugye augusztusban kezdődtek volna a próbák, de ugye a járvány ezt is meghiúsította, úgyhogy már csak jövő évre talán akkor kezdjük majd el a próbákat. Bújtor István nevével fémjelzett filmfesztivál lesz, ez viszont meg lesz tartva augusztusban, erről meséljetek. A helyszíne a Balatonon lesz, azt nem tudom, hogy melyik részén, de a Balatonon lesz. Balaton szemesen lesz majd megrendezve ez a fesztivál, ahova ugye a Gyerünk Tubicám átiratot, ezt az operett átiratot készítettük el, és küldtük be, és már tovább is engedték, ezt úgy, hogy már versenyezik ez a kis videónk. Ez úgy volt ez a bejelentkezés, hogy a Rihanna anyukája felhívott minket, hogy így váratlanul megnézték a videónkat, és hogy szeretnék, hogy bejelentkezzünk ebbe a versenybe. Hogy képzelitek el magatokat 18 éves koratokban? Színpadon? Én egy nagy karriert szeretnék felépíteni magamnak. 18 évesen már szeretnék azért Amerikába kijutni,
Ez most egy nagyon nagynak hangzik, de szeretnék Amerikába már kijutni, és ott fellépegetni, szerepelgetni. Mindenféle előadásokon, darabokban koncertezni szeretnék, úgyhogy... És az Alienist most fog kijönni, ez az Alienist Angel of Darkness film, vagy sorozat most fog kijönni. Most lesz a világpremiér, amiben játszom. Mikor lesz a Bújtor István fesztivál, filmfesztivál? Augusztus 17-től 20-ig. A folytatásban Kelmán Imre Marica gróf nőjéből a Hely cigány című részlet következik Ballariana Emma előadásában. Mit tudjátok tében, hogy ide kinni fáj? Hely voltam én is egyszer büszke valkirály. Nótámot én is százszor elhúzottam, százszor annyi bongót adtam, mint amennyi jár. De olyan nagyon fennen hejti oda benn, mert olyan úr már én is voltam annyi szem. És holnap lehet az volt szánom bánom, amíg ma mindig nyomdálom, ahogy nálom meg. Filmfesztivál díjára térünk vissza egy kicsit. Úgy tudom, hogy nem is neveztétek a filmet, ugye? Hát a filmet azt neveztük, de a szereplőket benne nem neveztük. De mégis a zsűritől megkaptam a legjobb színésznőnek járó díjat, a legjobb fiatal színésznőnek járó díjat, és ez azért nagy dolog, mert én csak 8 éves vagyok, és ugye a legjobb színésznőnek járó díj, és voltak nálam sokkal idősebbek, felnőttek, és volt ugye gyerekszereplő, hogy legjobb gyerekszereplő is, és mégis úgy ítélte meg a zsűri, hogy nekem adja ezt a nagy díjat át. És a film is nyert legjobb thriller kategóriában.
Mikor láthatjuk ezt a filmet Magyarországon? Októberben, majd TV-ben is látható lesz, de persze fent lesz YouTube-on, meg Facebookon, mindenhol fent lesz. A thriller kategória az egy ijesztő kategória, vagy legalábbis felnőtt kategória. Milyen lett a film, vagy mennyire izgult el a forgatás alatt, éjszakai forgatás, ilyesmi? Én őszintén szóval nem izgultam egyáltalán, hisz ott volt egy csomó stábtag, meg rendező, meg akikkel forgattam, a színészek, úgyhogy nem féltem egyáltalán, meg nem izgultam. Most ez a thriller, hát ez pont nem, ez a defekt, ez nem annyira ijesztő. Pedig a thrillerek azok ijesztőek szoktak lenni, de ez pont nem annyira ijesztő, de azért gyereknek nem ajánlom. Viszont az Alienist Angel of Darkness az már, az tényleg nem gyereknek való, mert az már, hát azt még a felnőttek sem merik megnézni, nem hogy gyerekek. Te láttad már a kész műveket? A filmet, a defektet és a Alienistet? Az Alienistet ugye azt még nem lehet látni, csak egy ilyen kis bemutató van róla. A defektet láttam, mert ugye én is szerepelek benne, és ez átküldik, de egyébként még a közösség nem látta, vagy média még nem látta meg a közösség, úgyhogy az Alienistet viszont én nem láttam még, mert azt nem is jött ki még, csak ilyen kis bemutató van róla, úgyhogy azt még nem láttuk, meg nem is lehet még látni. Ezt a sorozatot Magyarországon forgattátok? Igen, ezt a sorozatot Budapesten, magyarán Magyarországon forgattuk. Ezt ugye nem kellett kiutazni Amerikába, hogy majd ott leforgassuk. Lesz folytatás? A színésznői karrierben is tervezel, vagy az énekes karrierre koncentrálsz? Hát mind a kettőre, de inkább a színészetre, mert ugye abba beletartozik az ének. Ezt, hogy is fogalmazzam, hogy a színészetbe beletartozik az ének, de az énekben nem tartozik bele a színészet. A színpadon inkább énekelsz, vagy inkább próza? Hát mind a kettő. Van olyan szerep, amit szeretnétek eljátszani? A Romeós Júlia. Ezen túl? Nekem nincsen ötletem. Hát így a Romeós Júlián kívül egy kis Itóka, ha bennem van egy ilyen kis számot. Ugye ezek ilyen énekes darabok. Hát ilyesmiket szeretnénk. Hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok? A YouTube-on és a Facebookon vagyunk elérhetők. Nagyon szépen köszönöm Ballariana Emma és Szalontai Máté ezt a beszélgetést, és sok sikert kívánok nektek a folytatásban is. Nagyon köszönöm szépen, és minden jót a hallgatóknak. Én is nagyon köszönöm szépen, és én is azt mondom, hogy minden jót a hallgatóknak. Mivel búcsúzunk a hallgatóktól? A Déli bábos Hortobágyom című operettel. Thank you.
ezzel véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Vendégünk volt Ballariana Emma, akit az imént hallottatok énekelni, és Szalontai Máté. Én búcsúzom tőletek, az adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok! Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban. Minden kedden és pénteken délután